Az ID Mafia 100 BPM ütemű Wake Up című slágere lett az újraélesztők zenéje, hiszen ritmusa illeszkedik a mellkasnyomások tempójához, ezért a dalt a zenekar az életmentőknek ajánlotta. A csapat most együtt járja az országot a mentőkkel, hogy így is népszerűsítse a fiatalok körében az újraélesztési technikák elsajátítását. Sokkal könnyebb, mint hogyha mondjuk valakinek azt mondják, hogy na, 100 BPM-en kezd el nyomni a mellkasát valakinek, az ember nem fogja mihez kötni, viszont ha egy számára ismerős dalt felidéz, elkezdi magában dúdolni és arra végzi, sokkal könnyebb és hatásosabb. A fiatalok lelkesen fogadták a népszerű zenekart, közös fotók készültek a tagokkal, aztán pedig mindenki neki látott, hogy a mentős szakemberektől megtanulja az újraélesztés alapismereteit. Ez az első alkalom, hogy kipróbáltam, és sokkal nehezebb, mint hittem, tehát sokkal fárasztóbb is. Hát nem bonyolultabb, de kifárasztóbb, és sokkal jobban kell odafigyelni, mint ahogy én sejtettem. Nehezebb is, és az, hogy itt van az ID Mafia is, az csak még jobban rádob szerintem az egészre, és de még érdekesebb is. A mentőszolgálat szerint egy ilyen két órás képzésen már meg lehet tanulni azokat a lépéseket, amelyek életet menthetnek. Az újraélesztés elsajátítása nem életkorhoz kötött, egy fiatal is képes lehet megszerezni és használni ezt a fajta tudást. Sokkal inkább sokszor, mint az idősebb korosztály. Azt tapasztalják nemzetközileg, hogy az óvodában elkezdett elsősegélynyújtás oktatás, illetve az egészségtanoktatás sokkal hatékonyabb, mint a felnőttkorban végzett képzések. A Wake Up Mentsünk egy életet szegedi résztvevői azon túl, hogy megtanultak újraéleszteni és találkoztattak az ID Mafia tagjaival, ingyenes belépőt is kaptak a zenekar esti szegedi koncertjére.